Nagyon nagy szeretettel. És izgalommal köszöntelek benneteket. Ennek a hírnek nagyon örülök, mert volt már róla valami fülesem, de nem volt a fejemben most, és olyan jó volt így tudatosan hallani, hogy egy gyűrű gazdát talált. Halleluja! Csodálatos dolog, amen! Nem találok szavakat. Ismerve őket, és izgulva értük, és mindig úgy gondolva rájuk, hogy szeretjük őket. Amen! Halleluja! És hát örömmel látom azt is, hogy sok fiatal talál egy párt. Nagyon jó volt, a múlt héten is volt szolgálatunk a házas misszióban, illetve azelőtt, és jövő héten is lesz egy, és nagyon jó látni, hogy Isten akarata nagyon sok házasságban meg tud valósulni, be tud telni. És köszönöm, hogyha imádkoztok értünk, ha nem vagyunk itt. Jövő héten a Kettő Egyenlőegynek lesz egy országos tréning alkalma, ahová már meg tudtuk hívni az erdélyi csapatot is, akik egy új csapat, akik egy új országban a házas missziót teljes gőzzel akarják csinálni, mert csinálják a kurzusokat. Alig, hogy kaptak képzést, és már is benne vannak nyakig. És ennek nagyon örülünk. És köszönjük újra az imákat. Gábor mondta, hogy imádkoztak értünk. Ez nagyon bátorító. Én szeretnénk most az estére imádkozni, az Úr szelleme készítse fel a szívünket. Atyám, hálát adok neked Jézus nevében. A te üzenetedért, ígédért, köszönöm, Uram, hogy te éltető szavakat akarsz, éltető üzenetet akarsz nekünk adni. Meghajtjuk előtted a térdeinket, és imádkozunk, Istenünk, hogy a te lábaidnál hadd halljuk nyitott szívvel a te bátorító szavaidat, és megnyitjuk a szívünket, és megalázzuk az elménket, és odahajtjuk hozzád, és mint tanítvány akarjuk tudni, mi az, amit ma szólsz hozzánk. És csodálatos nekünk, Uram, hogy te szólsz, te egy kommunikatív Isten vagy. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy nem vagy néma Isten, mint a bálványok, hanem szólsz erőteljesen. Kérlek, Uram, áld meg ezt a pár szót a számon, ne én szóljak, te szólj. Ne mi fogadjuk be, nem az új emberünk, ne az új emberünk álljon ellen az üzenetnek, hanem az új emberünk álljon be a te csodálatos akaratodba, a te tervedbe, Uram. Köszönöm, Uram, hogy egy nagyon komplex terved van az életünkre nézve, ahol minden a helyére kerülhet, ahol az életünk célját megkaphatjuk és betölthetjük azt a te erőddel, Jézus nevében. Amen. Halleluja! Isten igéje a korintusi levélben, egy verset olvasok fel egyelőre, az első Korintus első rész 18. verse, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Amen. A keresztről való beszéd Istennek ereje. Amen. Nekünk, akik megtartatunk, akik elvesznek, azoknak bolondság, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Nincsen más erő, nincsen más dolog, ami bennünket meg tudna tartani a kereszt erején, a kereszt beszédén kívül. Amen. És valójában arra van szükségünk, hogy mindig megelevenedjen számunkra a kereszt üzenete, hogy Krisztus vállalta értünk a büntetést, vállalta értünk azt a elválasztottságot, amit mi érdemeltünk volna meg. És minden ellenkező híresztelés ellenére Isten nem bosszúszomjas Isten, hanem ő egy olyan Isten, aki szeret minket, és neki fájt a legjobban. Amen. Neki fájt a legjobban. De eznek meg kellett történnie, és nekünk ez a beszéd Istennek ereje. Amen. Bármi, amivel szembe mész, mindig a kereszt beszédét alkalmazd. És valójában szoktam a tanítványságról beszélni, most nem lesz ez a fő témám, de a tanítványság erről is szól, hogy megtanulok szellemben járni, és alkalmazni a kereszt beszédét az életem minden területére. Amen. Halleluja. A kereszt beszéde elég a házasságodra. A kereszt beszéde elég a gyermeknevelésedre. A kereszt beszéde elég a szolgálatodra. A kereszt beszéde elég mindenre, mert ebben van minden erő, amit Isten átadott. És a Szent Szellem adatot nekünk, hogy mindez meg tudjon elevenedni. Amen.
Ez egy csodálatos dolog. A kereszt beszédében van a Szent Szellemmel való közösség minden alapja. A kereszt beszéde egy nagyon sok oldalú tanítás. Igaz, hogy nagyon egyszerű, mert az evangélium nagyon egyszerű. Amen. Minél bonyolultabb, annál rosszabb egy tanítás, és minél egyszerűbb, annál jobb. Jézus korában és az apostolok korában megértették az üzenetet az emberek. Amen. Megértették. Tudjátok biztosan, hogy abban a korban nem tudott mindenki olvasni. Általában a gyülekezetvezetők tudtak olvasni, a presbiterek. Föl is kellett olvassák Pál leveleit, mert az emberek nem tudtak olvasni. Mégis megértették. Mégis az életükre megoldásként jött a keresztbeszéde. Mert az nem egy tudomány, nem emberi tudomány, nem egy okoskodás, nem egy bonyolult üzenet, hanem arról szól, hogy Isten szeret bennünket, értünk adta az ő fiát, aki meghalt, eltemették, föltámadt, és aki hisz benne, annak örök élete van. Amen. Ez egy egyszerű evangélium. És Isten, amikor eljött testben ide a földre, akkor bemutatta azt a csodálatos életet, amit itt élhet egy ember, betöltekezve a Szent Szellemmel. Ő maga mutatta meg, hogy milyen az, amikor valaki a Szent Szellem által él. Amen. És ez is az evangélium része, hogy kitöltetett a Szent Szellem. És ha be vagy töltekezve Szent Szellemmel, akkor Jézushoz hasonló életet élhetsz. Amen. Elhiszed ezt magadról? Elhiszed? Mert nem látom, hogy mosolyognál. Jó lenne, hogy jeleznétek, hogy mondjuk, hogyha tetszik, amit mondok, akkor mondjatok valamit, jó? Így tovább, hogy valami, jó? Csináljunk egy jó bulit. Halleluja. Ajaj. Azt, hogy halljaj. Halleluja. Nem ez, hogy most, hogy halleluja, csak én mondtam, hogy halleluja. Na. Azért szeretném, hogyha most egy olyan területre elveznénk, ami nem biztos, hogy a tejnek itala. Dicsőség az Úrnak. Egy olyan területre szeretnék kevezni, aminek azt a címet adtam, hogy mérgező hit, vagy éltető szabadság. Mert azt is tapasztaljuk, hogy mi, ahogy az életünket éljük az Úrral, és benne vagyunk az Úrnak a munkájában, benne vagyunk a hitben, járunk gyülekezetbe, keresztény neveltetést kaptunk, vagy keresztény nevelést adunk, mégis néha úgy érezzük, mintha mérgezne minket a vallás. Mintha mérgezne minket az, amit csinálunk. És szeretném, ha egy kicsit ebbe bele gondolnánk. És tudjátok, hát ez egy hosszú téma egyébként, és azt mondjátok, most ilyen jó hangulat, és Gábor, te most mérgező hitről beszélsz. Hát ilyet csak te csinálsz, Gábor. De Isten a szívemre helyezte, hogy egy kicsit gondolkodjunk el, mert vannak területek az életünkben, ahol nem a kereszt beszéde érvényesül, csak azt gondoljuk, és ezért visszaható folyamatok történnek az életünkben. Olyan dolgok történnek az életünkben, amelyek miatt megmérgezetnek, frusztráltnak, elégedetlennek érezzük magunkat. És ennek van oka, és ebből van szabadulás. Amen? Figyelem az életemet, és amiket most elmondok, az én életemben meg is történt mind. Amikor próbálunk küzdeni a mérgező életérzések ellen, biztos éreztetek már ilyet, elegem van, nem megyek többet gyülibe, nem imádkozok többet, ki nem nyitom többet a Bibliám, nem tudok hálát adni, már megint itt a tesó, mit akar tőlem, nem tudom, hogy éreztetek már ilyeneket, ha csak én, akkor bocsánat. Nem tudsz imádkozni néha. Köszönöm az őszintességet. Én nem csak néha. Jó, ez csak poén volt. Jó. Azt látom, hogy ez olyan, ez az állapot, mint amikor egy örvénybe belekörül egy ember. Amikor egy folyó, mondjuk a Duna, örvényt kavar. Tudjátok, milyen az örvény? Ez lefele húzó spirál, amelyikbe, ha belekerül egy ember, akkor alig bír belőle kikecmeregni. Én nem vagyok nagy úszómester, nem tudom, hogy kell, de ez egy kép, amit Isten adott már talán 2 hónapja, és
És ez a kép nagyon plasztikussá tette számomra, hogy többféle viszonyulás van a vallásos, rossz, mérgező életünk ellen. Többféle hozzáállás, és most négyet mondok el, de csak röviden, mert aztán egy-két igét is szeretném, hogy megnézzünk. Tehát van egy olyan hozzáállás, hogy közömbösség. Amikor úgy gondoljuk, hogy figyelj, mindegy, már így van, végülis örökvesztes vagyok, végülis nem tudom megoldani a problémáimat, a kapcsolataim kátyúba keveredtek, nem tudom rendezni, a szolgálat menjen, csak az a lényeg, és egy ilyen örökvesztesként gondolunk magunkra, de persze ezt nem mutatjuk ki, mert egy jó keresztény nem mutatja ki ezt a dolgot, és tulajdonképpen azzal nyugtatjuk meg magunkat, hogy majd, amikor meghalunk, akkor majd az Úrhoz kerülünk, minden meg lesz bocsátva, hiszen a jó szándékot látja az Úr, és maradjon minden a régibe, és így rendben lesz. És ez tulajdonképpen mit eredményez? Ez azt eredményezi, hogy a keresztény ember, az ilyenfajta keresztény ember, aki közömbösen áll hozzá a nyilvánvaló langymelegséghez, és a nyilvánvaló mérgezett érzéshez, frusztrációkhoz, közömbösen áll, nem harcol ellene, az tulajdonképpen kompromisszumokat fog kötni az életében a sátánnal, a világgal, és egyre világiasabb életet fog élni. És a végén egy szellemi fulladásba fog ezt torkolni. A második hozzáállás, amit megfigyeltem magamon is, a törvényeskedés, amikor a hullámok, amik egy ilyen örvényként kavarognak körülöttünk, le akarnak húzni, ez ellen kitalálok különböző módokat, hogy hogyan fogom leküzdeni. Persze nem vagyok szakértője az úszásnak, és kitalálom, hogy majd így, meg majd úgy, és majd akkor meg fogok menekülni. Ugye ez a törvényeskedés, amikor az emberek kitalálnak maguknak vallásos szokásokat, amikkel megnyugtatják a saját lelkiismeretüket, és úgy érzik, hogy most eleget tettek Istennek, most majd Isten megjutalmazza őket, és kiemeli őket az örvényből. Ezzel mi a probléma? Ezzel az a probléma, hogy tulajdonképpen egy olyan eredményt érünk el, hogy még nagyobb vesztesség és károsztatás lesz az életünkbe, és önvádlás és negatív életérzés lesz még jobban úrrá rajtunk, hiszen mi megpróbáljuk, de nem megy. Tehát ez egy ilyen nagyon, egy ördögi kör, amiben nagyon sok ember benne van, mert azt gondolják, hogy kifizethetik Istent egy pár ilyen törvényes cselekedettel, és majd Isten megmenti őket. A harmadik hozzáállás, amit egyébként én is átéltem, ez tulajdonképpen egy olyan gondolkodásmód, hogy a kegyelem az, ami a legfontosabb, majd a kegyelem által mi tulajdonképpen megmenekülünk, és ezek az emberek nem eldöntötték, hogy azt vallják meg, hogy ők nem vesztesek, ők nem fognak veszíteni, hisznek abban a kegyelemben, ami felülemeli őket csak úgy a problémákon. Érted? Tehát, hogy csak úgy, mint hogyha amikor benne vagyok egy örvénybe, kavarok már, úgy érzem, mindjárt lehúz, azt mondom, úgy se kell csinálni semmit, majd valaki kiemel. Nem tudom, mi lesz a következménye, el tudjátok képzelni? Le fogja húzni az örvény az illetőt. Az ilyen állapot, amikor az ember ilyen állapotban van, akkor tulajdonképpen kisebb-nagyobb győzelmeket átél, mint a törvényeskedésnél is, hiszen amikor törvényeskedünk, akkor úgy érezzük, hogy bizonyos dolgokat megtettünk, és a feeling az jobb lett. De aztán érezzük, hogy mégsem, mert nem tudunk győztesek lenni az örvény fölött. És a kegyelemben való ilyen bizalom, most nehogy félreértsetek, az ilyenfajta bizalom, amikor csak úgy elengedem magam, nem kell tennem semmit, mert majd a kegyelem olyan nagy erővel bír, hogy fölemel, ez is ugyanezt az eredményt, hogy hasonlót fog hozni az életemben. Tehát ez egy igen bonyolult dolog. És Isten szeretne bennünket kiemelni ebből. A negyedik hozzáállás, az pedig egy pozitív hozzáállás tulajdonképpen, hogy amikor felismerem Isten szeretetét és Isten kegyelmét, és megértem, hogy ő az új természetével, amit belém ad, új természetet adott nekem, az új természetem által, Szietelka, téged kerestelek egész Isten. Már aggódtam miattad. Hogy az új természetemet, amit adott Isten, megerősíti az ő igéje és szelleme által,
és naponta kapok kijelentést, és naponta szól hozzám, és naponta mondja, hogy Gábor, gyere, gondolkodj így, gyere, beszéljük meg, sírjunk együtt, térdeljünk együtt, beszéljük meg, tedd azt, amit én kérek tőled. Ha egy kapcsolatban vagyok, akkor azt érzem, hogy megerősödnek a szellemi karizmáim, olyan izmok erősödnek meg, amik addig ilyen zsírszövetek voltak, tudjátok, úgy hallottam, továbbra is fogyózok, mert egyszer mondtam egy év, hogy fogyózok, hogy úgy hallottam, hogy sportolok, akkor a zsírszövetek átalakulnak izomszövetté, ugye? Hogy ugyanígy történik a szellemi életben is, hogy azok a eltunyult, közömbös, törvényeskedő, vagy túl kegyelemre épülő gondolkodás által ellangyosodott, elpuhult izmok átalakulnak izommá. És már idéztem nektek a Lukács 6.46-49-et régebben. Ez egy kedvenc igémé vált, mert Jézus azt tanítja itt, hogy az a bölcs ember, aki hallgatja és megteszi. Amen. Megteszi. Halleluja. És ki a bolond, aki hallgatja és nem teszi meg. És nem teszi meg. Tudjátok, amikor az ember így él, ezt már mutattam neked, én két lábon élek a földön. Nem tudom, ti hogy vagytok, főleg Karcsi, ő is két lábon él a földön. Ugye, hogy van egy lábam, amivel hallgatok, van egy másik lábam, amivel cselekszek. És így megyek előre. Hallgatom, cselekszem. Hallgatom, cselekszem. Tudnád utána csinálni? Hallgatom, cselekszem. Hallgatom, cselekszem. Így haladok az Úr útján. Na most vannak emberek, akik ezekben az idézett állapotokban, közömbösség, törvényeskedés és kegyelem, csak hallgatják. Hallgatják. Próbálnak előre ugrálni. Haladnak ők, de elfáradnak. Mert igazából, hogyha cselekednék is, akkor addig pihenne a másik láb. Aztán hallgatják. Aztán cselekszik. A vallásos, valláskárosult emberek, akik mérgező hitben élnek, azért jutnak ide, mert csak hallgatják. Nem valósul meg. Nincs produktum. Nincs gyümölcs. És ez nem a cselekedeténk gyümölcse, ez a szellem gyümölcse, egy kapcsolat gyümölcse, de mégis bennem úgy manifestálódik, hogy hallgatom és cselekszem. Tehát ezt ne keverjétek össze azzal, hogy cselekedni kell, hogy szeressen Isten. Ez egy másik történet, oké? Tehát ha már teologizálnánk, akkor ezt látnunk kell, hogy más az, amikor arról beszélünk, hogy a hitből való megigazulás, és más az, amikor azt mondja Jakab, hogy a hit... A hit hallásból van. Cselekedet nélkül megholt önmagában. Igen, az is nagyon jó. Ezért mondom naponta a feleségemnek, hogy szeretem. Hogy hallja és higgy el. A hit hallásból van. Férjek, minden nap mondjátok, szeretlek. Akkor elhiszi. De ne hagyjátok abba, mert megint a hit, mint Péter, ugye, jönnek a viharok, feleség elvesztél, és akkor megint erősödni kell. Úgyhogy mondani kell neki. Halleluja. Na most átmentem házasszolgálatba, bocsánat. Tehát a mérgező hit az azt jelenti, hogy olyan keresztény életet élünk, ami nem előre visz egy egészséges módon, hanem nem pozitív visszacsatolásokat kapunk a külvilágtól és magunktól, hanem negatív visszacsatolásokat, és negatív spirálba kerülünk. Ettől rengeteg ember szenved. Én is szenvedtem évekig. Most is, hogy ezen gondolkodok, fedezem föl ezeket a területeket. És erre nem igazán válasz csak a kegyelemről való tanítás. Komplexebb dolog ez. Egyet megnevezek belőle, hogy mi az egyik területe. Ez a megbocsátás kérdése. Tudjátok, a mérgező hittel rendelkező ember a környezetét nem tudja tisztelni. Mikor azt a jelet veszed magadon észre, hogy haragszol,
azt veszed magad észre, hogy állandó idegesség, újra feljövő idegesség van egy olyan emberrel szemben, akit szeretned kéne, és hálásnak kéne lenned, hogy ott van veled. Amikor olyan jeleket veszel magadon észre, hogy muszájból szolgálsz, de meg kell, egyébként fáradt vagy és nem akarsz, vagy olyan jeleket veszünk észre magunkon, hogy nem, hogy muszájból szolgálunk, hanem egyszerűen csak ha akkor örülünk, hogyha látunk valami előrelépést. Tehát jön valami jó dolog, és hú, végre itt van Isten. Akkor a vallásosság és a mérgező hit jeleit láthatod magadon. Mert igazából mindig ott van Isten. Igazából akkor is ott van Isten, amikor a mélységben vagy. Emlékeztek két hete, mit mondott itt egy testvér? Mindig ott van veled Isten. Mélységben és a magasságban. És semmi nem választhat el. És amikor 20, 30, 40, 50 éve vagyunk keresztények, rengeteg ilyen mérgező dolog ránk tapad. És szülőként átadjuk a gyerekeinknek. Egyik gyerekemnek mondtam, te miért nem jössz gyülekezetbe? Apuka, én hiszek Istenbe, de nem akarok követni őt. Ó, mondom, ez őszinte dolog volt. Dicsőség az Úrnak. Örültem ennek a válasznak. Azt éreztem, hogy a gyerekem tud velem őszinte lenni. De volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy nem tudnak velem egyes gyermekeim őszinték lenni, és később jöttek az őszinte beszélgetések. Vagy ma például. Találkoztam valakivel az utcánkba, és csak így ránéztem, és azt mondja, jaj, te úgy nézel, hogy mindjárt megvallom a bűneimet. Mondom, ez most jó vagy rossz. Én nem akarok ilyen lenni. Nem ismer még annyira, mert ugye a házi gyülekezetünket csináljuk, és rengeteg ember elkezdett járni. Az utolsó egy évben 30-40 ember megmozdult, és állandóan 15-20-an vagyunk. Tehát ő még nem ismer annyira, és nem is, nem tudja, hogy, hogy mit, miért, hogyan nézek, ugye? De a benne levő kép egy lelki pásztorról, egy vezetőről, az egy olyan, hogy ha az így néz, akkor belelát a lelkembe. Ez egy kép. Ez egy mérgezettség. Érted? Hát vannak jelei annak, hogy mérgező hited van. Nem éltető szabadság van benned. És ezekből meg kell térnünk. Nem úgy értem, hogy meg kell térni most akkor bánom-szánom, hanem föl kell ismernünk. Új gondolkodásmódot kell megértenünk. Istenről, magunkról. Amen? És a megbocsátás, ez csak az egyik területe a vizsgálódásaimnak, hogy a megbocsátás, illetve annak a hiánya hihetetlen módon meg tudja mérgezni a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat, a válaszainkat, a nézésünket, a gesztikulációnkat, az időbeosztásunkat, a barátságainkat. És az a legszörnyűbb, hogy amikor ebbe benne vagyunk, és közben szolgálunk, és gyülekezetbe járunk, és mindenféle olyan dolgot teszünk, ami megmozgat sokakat, észre sem vesszük, hogy a szívünk esetleg tele van terhekkel. Ez benne a legveszélyesebb. Ezért mérgező. Ha bele tudnál látni a körülötted élő emberek fejébe, akkor tudnád igazán, hogy ki is vagy. Mert akik a legközelebb élnek hozzád, azok érzékelik belőled a pozitív és a negatív kisugárzást, a gesztikulációdban, szavaidban, érzik, hogy terhelt vagy. Mindeközben nyelveken szólsz, dicsőítesz, hálát adsz, szervezel a dolgokat, benne vagy dolgba, attól függ, hogy hol állsz, itt vagy ott. Ez mérgező hit. Ez nem értető szabadság. Amen? Ez nem gond, hogy ezt fölismerjük. Nem gond, hogyha erről szólunk. Én hiszem azt, hogy kell szólni erről. Mert akár idősebbek vagyunk, akár gyermekek, fiatalok, ezeken a folyamatokon átmegyünk. És az elmondottak alapján
választunk egy viszonyulást ehhez. Vagy közömbös vagyok, vagy csinálok dolgokat úgy tűnjön, hogy rendben van, vagy elengedem magam, de az örvény le fog húzni. Itt csak egyetlen dolog a megoldás, hogy az Istennel egy olyan kapcsolatba kerülök, ahol nem csak hallgatom, hanem cselekszem, de ezt nem is azért, hogy ő neki megfeleljek, hanem azért, mert ő indított, és én azonosulok vele, és beleilleszkedek az akaratába, és ebbe gyönyörködök. És ennek akadálya a megbocsátatlanság. Megdöbbentő igéket találunk erről az írásban. Lukács 7. részében, amikor egy asszony bemegy a farizeus házába, hajával, könnyeivel mossa lábait, kenetet önt rá, hajával törli a lábait. És látjuk azt a beszélgetést Jézus és a farizeus között, amikor Jézus egyszerűen csak azt mondja, te, bejöttem a házadba, nem csokoltál meg, nem mostad meg a fejemet, nem kentél meg olajjal, nem tettél velem semmi ilyesmit. Ez az asszony, meg mióta itt vagyok, ezeket teszi. És azt mondja, tudod, ki az, aki jobban szereti a hitelezőjét? Az, akinek 50-et, vagy akinek 500-at engedette? Egyszerű válasz, ugye, az, akinek 500-at. Farizeus tudta ezt a választ, mert nem bonyolult ezen elgondolkodni, de azt nem ismerte föl, hogyha ő is csókolgatta volna Jézust, megkente volna olajjal, és körbevette volna szeretettel, imádó szívvel, nem nézett volna a környezetére, hogy ugyan mit szólnának hozzá az emberek, akkor az ő bűnei is meglettek volna bocsátva. Mert igazából erről szól az ige, hogy tudod, Simon, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Gondolkodtatok már ezen? Hogy azért bocsátattak meg a bűnei sok bűnének a nőnek, mert igen szerette Jézust. Megnyilvánult az az imádat az asszony részéről, ami kifejezte az Úr Jézus iránti hódolatot, és egyben megalázta magát a földig. Azért gondoljunk bele, bármilyen nő volt, belegondoltunk, hogy akár prostituált volt, de mégis azért a könnyeivel öntözni és a hajával törölgetni, ez egy megalázás, ugye? Lányok, kinek csinálnátok ezt meg? Senkinek. Jézusnak megtennétek, ugye? De mi fiúk, biztos, hogy senkinek. Csak Jézusnak. Mert nincs hajad. Jó van. Balázs megtenné, ha lenne haja. És Jézus látta a szívét az asszonynak. És tudjátok, a megbocsátás ezért árad ki abban a helységben. Azt mondta, menj el békességgel, meg lett bocsátva minden bűnöd. Menj el. A te hited megtartott téged. És elcsodálkoznak az emberek, hogy kicsoda ez a Jézus, hogy megbocsátja a bűnöket. Ugyanezt történt, amikor a gutaütőt megbocsájtott, meggyógyította. Mielőtt meggyógyította volna, azt mondja, fiam, megbocsátottak bűneid. Igen, halleluja. Megbocsátottak bűneid. Egyből. Kicsoda ez, hogy megbocsáthat? És ezután azt mondja, tudjátok, melyiket könnyebb mondani? Megbocsátottak a te bűneid, vagy kelj fel és járj? Melyikre vállalkoznátok? Kimennénk a városba, ott lenne egy béna. Melyiket könnyebb mondani? Megbocsátottak? Hát azt. De ebben a helyzetben ez nagyon nagy tét volt, mert a zsidók gondolkodásában csak egy valaki bocsáthatja meg a bűnöket, Isten. Ember és ember meg kellett, hogy bocsásson. A mai napig a zsidóknál Isten akkor bocsátja meg a bűnt, ha a két ember rendezi. De az Isten ellen elkövetett bűnöket csak Isten bocsáthatja meg. És ekkor Jézus bizonyítsa, hogy neki van hatalma megbocsátani bűnöket, azt mondta, kelj fel és járj, és felkelt. Megbocsátottak a bűnei. Ez azt is jelentette. Amen.
Ugyanakkor látjuk a kereszten. Jézus azt mondja, Jézus, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ugyanezt látjuk Istvántól. Azt mondja, mielőtt a kövezéskor abcselben olvassuk, mielőtt megköveztek, mielőtt meghalt volna, azt mondta, Úr Jézus, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik ezt a bűnt. Engedd el nekik. Hatalmat kapott István arra, hogy ugyanazt tegye, amit Jézus. Figyeled ezt az ugrást az új szövetségben? Figyeled ezt? Jézuson megbotránkoznak, hogy megbocsátja a bűnöket, hiszen csak egy ember szerintük. Ő Isten. Majd az őt követőknek azt a hatalmat adja, hogy megbocsássák a bűnöket. Egy fantasztikus hatalom adatott nekünk, mert a bűnöknek a megbocsátása felszabadítja a környezetünket, felszabadítja a vétkezőt a vétek terhe alól. Felszabadulnak a mérgező folyamatok emberek kapcsolataiban a megbocsátás által. Amen. Hány mérgező kapcsolatunk van, amivel nem tudunk mit kezdeni? Mert megbántott, nagyon terhes számunkra, amiket csinál. Most épp az egyik házaskurzusunkban megkérdezte az egyik házastárs, hogy de magyarázzatok meg nekem, hogy a viselkedést hogy lehet megbocsátani. Mert egy bűn, egy cselekedetet, hát mondom, csak is a Szent Szellem segítségével, de Jézus is egy viselkedést bocsátott meg, amikor megfeszítették. Mert ez a házastárs igazából ezzel küzdött, hogy a házastársának napi szintű viselkedését kell megbocsátani. Mert az, hogy tegnap megbocsátottam, rendben van. De hogy ma is ezt csinálja, meg holnap is ezt csinálja, meg holnap után is ezt csinálja. És a legnagyobb probléma ezzel, hogy amikor megcsinálja a vétkező fél ellenünk, ami sért, ami lenyom bennünket, hogy nem azt vizsgáljuk meg, hogy mi miért haragudtunk meg, és miért tartjuk a haragot, hanem azt nézzük, hogy ő miért csinálja már megint. És tudjátok, nem is ez a probléma, hogy ő megcsinálja megint. Az a kérdés, hogy én miért reagálok így. Mert ha én úgy döntök, és Isten hatalmában járok, Szent Szellemmel tel vagyok, és Istennel lerendezem a problémámat, akkor nem fogom azt fölróni az illetőnek. Hanem hatalmat kapok arra, hogy más emberként viselkedjek. Hatalmat kapok arra, hogy ha oda megütik a jobb arcomat, akkor oda tartsam a bal arcomat is. Egyszer voltunk Isztambulban, csak busz megállóba, vagy villamos megállóba, az öcsémmel beszélgettünk, öcsém ott élt Isztambulban, a régi barátaink tudják ezt, most már nem ott él, és egy török bácsi megszólított minket, hogy hasonlítunk egymásra, honnan jöttünk, és az öcsémnek a folyamatos, tökéletes török beszélő képességünk elcsodálkozott, hogy hát hogy tud így törökül? Hát itt él. És elkezdett a bácsi nekünk beszélni, hogy ő igazából segítsetek a örmény, köszönöm, hogy ő örmény, és ott a villamos megállóban hangosan elkezdte, úgy hangosan, hogy mindenki hallotta, néztek az emberek, hogy ő örmény keresztény, és hogy mi az evangélium? Ez nektek azért nem hír, hogy most mi ebbe a hír? Hát az, hogy az örmények közül 1 millió embert kiirtottak a törökök. Egy hatalmas holokauszt volt az örményekkel szemben. Az örmények voltak az első keresztények, tulajdonképpen az első keresztények közötti, ahol nemzeti vallássá vált a kereszténység. Ezt még nem tanuljuk a történelemkönyvekben. Élőhitű örmények voltak, rengeteg. Van is egy nagyon jó könyv, a legboldogabb emberek a Földön, azt olvassátok el. Ami már itt a modern korban szóló történet. Miért mesélem ezt el? Mert ez az ember, tudjátok, hogy mit mondott az evangéliumról nekünk? Hogy az evangélium az, hogyha megütnek jobbról, tartsd oda a bal orcádat is. És így néztem. Ez az evangélium. De persze beszélt a szeretetről, a megbocsátásról, hogy oda kell tartani magunkat a rossz elé, hogy ne állj ellen a gonosznak.
Ugye ez a hegyi beszéd ismerősen hangzik? Ma a posztmodern társadalomban és posztmodern kereszténységben ezekkel a beszédekkel semmit nem tudnak kezdeni az emberek, mert úgy gondolják, hogy ezt lehetetlen megtenni, és nem is tartozik az új szövetség sorai közé, mert Krisztus keresztje előtt mondta Jézus. Ez még ószövetség. Ezt nem kell megcsinálnod, hogy oda tartod az arcodat. Én pedig egy jó hírt mondok neked. Elmondom neked, és magamnak is, hogyha befogadod az Úr Jézus, Szent Szellemet betöltekezel, az ő örömében vagy, akkor nem is tudsz más csinálni egyébként, csak oda tartod a másik arcodat. És amikor megteszed, akkor fogod tapasztalni, hogy mivel nem álltál ellen a gonosznak, ezért fölé kerülsz a gonosznak. Fölé kerülsz ennek az állapotnak. Erőt kapsz rá, hogy te Istennek a világító eszköze legyél. Ez a kereszténység. Megadni mindenkinek azt, amivel tartozunk. Odaadni magamat és az egómat teljesen átadni Istennek. Ez nem azt jelenti, hogy valakit előtt megalázom magam. Ez nem azt jelenti, hogy vesztes vagyok. A római levél mit mond? Azt mondja, ne álljatok ellene a gonosznak. A gonosz ne győzzön le téged, hanem te győzz le a gonoszt jóval. És itt nem azt jelenti, hogy a másik a gonosz, hanem ez azt jelenti, hogy az a helyzet, amiben vagy, az egy gonosz helyzet, és a gonosz munkálkodik, hogy téged elveszítsen. És a gonosz ellen való harcomban én a jóval tudom csak legyőzni a gonoszt. Amen? De hidd el nekem, hogyha egy gonosz indulatot le akarsz győzni valaki, aki nagyon szeret, akit nagyon szeretsz, és megbánt, megsért, akkor kettő választásunk van. Vagy visszasértjük, vagy Isten szeretetével válaszolunk. Ez a kettő választásunk van. Még van egy harmadik, amit szoktunk gyakorolni, hogy elmegyünk onnan, nem? Rávágjuk az ajtót, és elszaladunk. Még ezt lehet, de úgyis vissza kell jönni. Tehát... De, ha betöltekezve Szent Szellemmel, és megbocsátva a másiknak, azt teszed, amit Isten szeretne, akkor a gonoszt, nem az embert, a gonoszt, aki köztetek van, legyőzöd. Fölé kerülsz a helyzetnek. És az elmúlt hónapokban ezzel bátorít engem Isten, és mondja nekem, hogy mondd el Gábor mindenkinek, hogy Krisztus által mi fölé emelkedhetünk saját magunknak. Ez egy jó hír. Tudom, hogy keményeled el. Gábor, miért beszélsz ilyen nehéz dolgokról? Azért beszélek, mert tudom, hogy a küzdelmeinkben, amikor mérgező hittel önmagunkat rágjuk szinte, mert nem tudunk megbocsájtani, nem tudunk elengedni, nem tudjuk kezelni a helyzeteket, amiben belekerülünk nap mint nap. Ebben a helyzetben nem csak arra van szükségünk, hogy halljuk az evangéliumnak azokat a szavait, hogy meghalt értünk, feltámad, és visszajön értünk, hanem azt is kell hallanunk, hogy az ő szelleme azért küldetett el, hogy vigasztaló, pártfogó és minden igazságra elvezető legyen, és ő megtanít engem arra, megtanít, hogy hogyan reagáljak egy ilyen kellemetlen helyzetbe. Ez egy jó hír. Amen? Ez egy jó hír. És szeretném téged bátorítani, szeretnélek, hogy ne gondold, hogy te erre nem vagy képes. Mert azért leszel képes erre, mert bízol az Úrban. És azért leszel képes erre, mert az Úr téged erre fel fog kenni. Hogy te a saját indulataidon és a saját rossz érzéseid fölé emelkedjél. Amen? Van egy vitatott szöveg a római levélben, a 8. versben. Róma 8-ban azt olvassuk, hogy mert a Krisztusban való élet szellemének a törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ilyenkor, amikor erről beszélek, mindig a repülő példáját mondom. A repülő több tonna. Fölemel engem. Fölemel engem. Nem tudom, Karcs is, hogy éli túl mindig, de fölrepül és eljut oda, meg visszajön. Mert a felhajtó erőnek köszönhetően egy fizikai törvény, a gravitáció le van győzve. Ugyanígy van Krisztusban is, hogy aki Krisztusban van,
az a Krisztusban való élet szellemének törvénye szerint felül emelkedik a bűn és a halál törvénye fölé. A bűn és a halál törvénye felé. A bűn és a törvény halál élet, törvénye fölé emel bennünket a Krisztusban való élet szellemének törvénye. Ez azt jelenti, hogy te kapcsolatban vagy vele. Ő kommunikál veled. Isten tud mondani neked arról az emberről, akire legjobban haragszol most is, tud Isten neked mondani egy képet. Kérlek, könyörgöm neked, vegyél fáradtságot, térdelj le, és kérdezd meg Istent arról az emberről. Vedd elő a Szentírást, szállj rá időt, böjtölj akár, vagy imádkozz, és menj végig azon a folyamaton, amikor Istennel vagy csendességben, és kéred arról az emberről a képet. Nekem voltak, és vannak olyan emberek, akikről semmi képem nincsen. Megterhelnek, elfárasztanak, és arra gondolok, Uram, te ő benne milyen jót látsz? És néma csönd. És nem azért, mert Isten nem lát semmi jót, hanem azért, mert bennem, az egómban még mindig ott van a fenntartás, hogy erről az emberről biztos, hogy még Isten se lát semmi jót. És amikor megyek végig ezen a folyamaton, hogy Istenem, te mit látsz, akkor egyszer csak a mélyből, vagy valahonnan jön egy isteni hangocska, meg az igéből valami képek, és akkor hirtelen elkezdem látni, hogy na most megláthatom, hogy kinek látja őt Isten, de megint eltűnik, mert ott van bennem a harag, ott van bennem a neheztelés, hogy ő megkeserítette az életemet, hogy az én életem sokkal könnyebb lenne, ha az ember nem létezne, vagy nem tenne ilyen és olyan dolgokat. És akkor hirtelen szól a Szent Szellem, hogy Gábor, én most majdnem megmutattam neked, de te még mindig haragszol. Bocsáss meg, és értsed meg, hogy én szeretem ezt az embert. És fogad el, hogy nekem van egy jó képem róla. Akarod, Gábor? És akkor, Uram, most már leteszek minden dicsőségemet, minden elvárásomat, e felé az ember felé is, és szeretném látni ezt az embert, úgy, ahogy te. Tulajdonképpen Isten engem tornáztat meg, hogy én értsek, és én tudjak. Assisi Ferenc mondta ezt. Most már nem azt akarom, hogy engem értsenek meg, hanem hogy én értsek. Ez egy hatalmas mennyei bölcsesség. Tehát amikor a megbocsátás folyamatán végig akarok menni, akkor át kell mennem egy ilyen nehéz folyamaton, hogy igen, Uram, meg akarok, de nem tudok. És a legvégén oda jutok, hogy nekem kell változnom. Isten át akarja változtatni az egész gondolkodásomat. Először magamról. És amikor magamról megváltozik a gondolkodás, és Isten szeretetéről, és arról a hatalmas kegyelemről, amit annak az embernek szeretne adni, akire én haragszom, amikor megváltozik így a gondolkodásom és a szívem, hirtelen bejön egy fénysugár a kapcsolatunkba, és elkezdem szeretni azt az embert. Ezek csodák. Lehet, hogy most nem beszélek nektek arról, hogy tolószékből ki állt föl, vagy ki nem. Hány vak gyógyult meg. De ez a legnagyobb csoda, a megbocsátás. Amen? Amen? Szeretném, hogyha most egy Isten elé tudnál menni, és akár csukd be a szemed, vagy egy kicsit koncentrálj még rám, kérlek, és figyeld meg magadban az érzéseket, ha egy-két emberre gondolsz, akikkel együtt élsz, vagy együtt dolgozol, vagy együtt jársz suliba, és megsért sokat, hogy odafigyelj arra az érzésre, és próbáld meg elkapni a szívedben azt az érzést, hogy valójában akarsz-e megbocsátani neki? Akarsz-e, akarod-e őt elengedni? Mert a megbocsátás tulajdonképpen ezt jelenti, hogy elengeded a tartozást. Sőt, a megbocsátásnak van egy ilyen jelentése, hogy felszabadít a munka alól. Ezt is jelenti görögül. Felszabadít a munka alól. Ez azt jelenti, hogy Isten, amikor megbocsát neked, felszabadít téged a munka alól, hogy neki megfelelj.
Amikor megbocsát Isten, nem kell már azért cselekedned, hogy neki megfelelj. Ezt is jelent ez a szó. És amikor valakinek megbocsátasz, akkor ez ezt jelenti, hogy felszabadítod azt az embert a munka alól, hogy ő megfeleljen neked. És ezen a folyamaton engedett, hogy a Szent Szellem végvezessen, akkor meg fogod tapasztalni a szabadságot. És akkor már nem fogod keresni titkolt gyönyörökben az örömödet. Facebookban, meg pornóban, meg minden ilyesmiben, hogy bele ássad magad dolgokba, hanem nyíltan tudsz majd emberek szemébe nézni. És nem a mérgezettség érzése lesz benned, hanem öröm és szabadság. Öröm és szabadság. És amikor ezt így végig lapozod magadban, van-e ilyen ember, és az ember tulajdonképpen számodra kicsoda, akkor ha nem tudom, hogy ezekben a pillanatokban most végig tudsz-e menni ezen, mert ez egy nagyon komoly beszélgetés Istennel. De lehet, hogy némelyekben most ott van ez az ember, és tudod és érzed, hogy egyre jobban látod annak az embernek az értékét. Mert hogyha erre az emberre gondolsz, akivel nagyon sok problémád van, és kezdi Isten megmutatni, hogy ő szereti, akkor kezded látni azt a ilyen tökéletes teremtménye Istennek. És eddig én terhes, rossz gondolatokat tápláltam, és mérgező indulatok voltak bennem. Pedig ez egy értékes ember. És amikor felszabadítod őt az alól, hogy ne kelljen megfelelnie neked, az az ember, figyeld majd meg, az az ember nagyon hálás lesz neked. Mint az az asszony is, aki nagyon hálás volt, hogy sok bűnét megbocsátotta Isten. És akinek kevés bocsátatik meg, az pedig kevésbé szeret. Azt szeretnéd, hogy nagyon szeressen a házastársad, vagy a barátnőd, vagy az osztálytársad, vagy a munkatársad, akkor sok bűnét bocsáss meg. Akkor nagyon fog szeretni. Sokat engedj el, legyen nagy lelkű. Higgyetek el, tudom, miről beszélek. Kolossi 3.13 azt mondja, elszenvedvén egymás és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott nektek, aképpen ti is. Mekkora mérce? Valakitől egyszer úgy hallottam, hogy elszenvedvén egymást kölcsönösen, ez tulajdonképpen a kereszténységnek a minimum szintje. Hogy elszenvedjük egymást. A maximum, azt tudjátok mi? Amikor meghalunk egymásért. Az a maximum. De a minimum, egy keresztény, hogy elszenved a másikat. És ezt kölcsönösen kell tennünk. Hogyan? Milyen módon? Amiképpen a Krisztus. Még példát is hagyott nekünk. Péter megkérdezi, Uram, hát hányszor lehet ezt megtennem? Egy naponta? Még 7-szer is? Hát 70-szer 7-szer is. Naponta. Mikor egyet megbocsát nekem a feleségem, egy nap, akkor még mindig van 489 lehetőségem. Ugye mekkora tárháza van Isten szeretetének? És amikor ezt eltakarjuk magunkba, nem beszélünk róla, sőt, megmagyarázzuk, hogy miért nem vállaljuk fel a felelősséget a tetteinkért, akkor jönnek a mérgező érzések és a mérgező visszacsatolások. Akkor jönnek a vallásos szokások, amik még mélyebbre taszítanak, még mélyebbre húznak, mert csináljuk mi, csak közben nem vagyunk boldogok. És Isten szelleme azért mond ilyen, úgymond nehéz tanítást is, mert egy ébredéshez felelősség is kell. Amikor jön Isten szellem, és végigfúj az országon, hiszem azt, hogy akkor lesz maradandó, hogyha érett emberek fogják azt befogadni. Érett emberek fogják azt fogadni és végigvinni. Olyan emberek, akik meg tudnak bocsátani. Amen. Olyan emberek, akik el tudnak engedni, akik fel tudnak szabadítani munka alól, a megfelelés munkája alól mindenkit, aki nekik ártott. Amen? És a megbocsátásnak egyébként
Szóval mindig nálam pattog a labda, mindig a mi térfelünkön van. Én mit értek ez alatt? Azt mondja a Máté 5:23-24, azért, ha az ajándékodat az oltárra viszed, és megemlékezel arról, hogy a te testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, menj el előbb, békülj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Tehát ebben a helyzetben azt látjuk, hogy valakinek panasza van ellenem, és menjek el, és béküljek meg, kérek bocsánatot. Tehát én menjek. A másik igében, a Márk 11:25-ben azt olvassuk, és mikor imádkozva megállatok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Tehát amikor eszembe jut, hogy valakinek panasza van ellenem, valakire panaszom van, akkor is nekem kell megbocsátanom. Amikor valaki ellen tettem valamit, nekem kell mennem megbékülni, amikor meg nekem ártottak, akkor nekem kell megbocsátanom. Ott pattog állna a labda nálam. Erre sokan azt mondják, figyelj, ez nem jó pszichikailag, van egy keresztény író, akit most nem mondom meg a nevét, mert egyébként tisztelem, és nagyon sok jó más könyve van. Az egyik könyvében azt írja, hogy ne bocsássunk meg, ha még nincsenek jelei a megbánásnak. Keresztény író. Azért jutott erre a következtetésre, mert túl sok pszichológiát használ a tanácsadásában, és ez tulajdonképpen egy posztmodern gondolkodás, hogy egy emberi, hogy csak akkor bocsássunk meg, amikor látjuk, hogy az illető már mutatja a jeleit a megbánásnak, és a bocsánatkérésnek, és a megváltozásnak. Ugye ezt azért is tanácsolják, mert ha mondjuk egy házasságban valaki bántalmazó, akkor, vagy részeges, vagy tehát ilyen nehéz terhelt kapcsolat van, akkor hát állandóan megbocsátanak neki, akkor ugye az emberi gondolkodás szerint nem fog változni. És akkor így még nagyobb áldozat lesz az, aki eddig áldozat volt. Ez logikus, de Isten másképp gondolkodik. Isten úgy gondolkodik, hogy bocsásson meg, és a Szent Szellem erejével imádkozzon a társáért, és a Szent Szellem bölcsességével ápolja a kapcsolatukat. És persze lehet, hogy van olyan helyzet, amikor külön kell költözni, de a megbocsátás alanyi jogon jár, testvérem. Mert Krisztus meghalt, értünk. És a házastársadért is meghalt Krisztus. És a barátodért is meghalt Krisztus. És azért is, aki bántalmazott téged gyerekkorodban, azért is meghalt Krisztus. És ha nem kér tőled bocsánatot, akkor is bocsáss meg neki, engedd el a tartozást. Mert ezzel te magad is felszabadulsz, és még lehet, hogy még ő is felszabadul, ha Isten megadja ezt a kegyelmet, vagy egy olyan kapcsolatban vagytok, hogy a te megbocsátásod feloldozza őt. Amen. Mindig nálunk patog a labda. És igazából ebbe is bele szoktunk fáradni. Megint én kérek bocsánatot. Amikor én szoktam veszekedni a feleségemmel, milyen krákogás ez? Hát szoktam, most mi van? És igazam van. Néha. És tényleg igazam van, most olyan helyzetről beszélek. És megy a vita közöttünk, tudod, megy a adok-kapok, nem durva már, nem olyan, mint régen, ne aggódjatok. És tudom, hogy igazam van, és egyszer csak belül jön a felismerés, hogyha most tovább csinálod, nagyon kellemetlen lesz, mert úgyis neked kell majd bocsánatot kérni, mert rég nincs már igazad, mert az igazság nálam van, mondja nekem az Úr. Mert ha megaláznád magad, vagy hogy mondjam, egy alázatos, szeretetteljes módon bölcsen kezelnéd ezt a konfliktust, akkor még fel is tudnálak magasztalni. De te már olyan szinteken vagy, Gábor, hogy te nélkülem akarsz dicsőséget, hogy meg kiharcolod az igazságodat. És mit mond az ige? Azt mondja, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. És bizony, de ilyenkor nem szoktam hallgatni az Úrra, tovább veszekszek.
Aztán már eljutottam arra felismerésre 34 év után, hogy ki is mondom Metallicának, hogy de ha még tovább mondom, még úgyis nekem kell bocsánatot kérnem. Még akkor elkezdek veszekedni a feleségemmel is, hogy miért van mindig neki igaza? Mert ha neki van igaza, akkor neki van igaza. Ha nekem van igazam, akkor is neki van igaza. Mert Isten nem engedi, hogy az én saját erőmmel harcoljam meg az igazamat. Értetek azt a őrült logikát? És persze minden férfi tudja, hogy olyan dologért nem érdemes kockáztatni a kapcsolatot, mint az igazság. Na mi van, esik le a tantusz? Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy itt tulajdonképpen mire megy ki a játék. Arra megy ki a játék, hogy az ördög elpusztítson téged. Arra megy ki a játék, hogy az ördög tönkretegye a házasságodat, a kapcsolataidat, a barátságaidat, a munkahelyedet, hogy tönkretegye. El akar pusztítani. Ilyen egyszerű. Nem kímél téged. Nem fog egyáltalán kesztyűskézzel bánni velünk. Egyáltalán semmi irgalom nincs benne. Sőt, nem, hogy irgalom nincs benne, hanem kegyetlen, szadista állat, aki azon gondolkodik, hogy téged hogy vegyen ki a kegyelemből, hogy vegyen ki a szentségből, hogy vegyen ki az igazságból, amit eddig fölismertél, azt hogy rabolja el tőled. És ezt olyan módon teszi, olyan rafinált módon, hogy igazából nem úgy, hogy ilyen nyilvánvalóan, hanem ilyen rafinált, huncut módon, hogy amikor igazad van, akkor behúz téged a testies gondolkodásba, hogy harcolj érte, és utána kibuksz, és utána sajnálod, és utána szégyenkezel, és utána az örvény húz le. És itt csak azt tud neked segíteni, hogy megállsz, és azt mondod, Uram, leborok előtted, megalázom magam, és az egómat, ami az a picike egó, még ugye tudjátok, mindenkinek van egy pici, azt is odaadom neked az oltárra. Mert ez a válasz. Ez a válasz, hogy valójában a teljes önátadás és a teljes megsemmisülés az, ami lehetővé teszi, hogy Krisztus éljen bennünk. A teljes. Ne, hagyd abba, ne mondogass, hogy de igazam van. Ne mondogass, hogy pedig én mindent megtettem. Ne mondogass, hanem ennek ellenére mondjad, Uram, neked adok minden dicsőséget, és amit te kérsz tőle, megteszem. És legyen minden dicsőség a tiéd, és töltsd be Szent Szellemmel, hogy tudjam szeretni az ellenségemet is. A hegyi beszéd nem véletlenül lett elmondva egyébként. Ez Jézus programbeszédje. Ez nem egy ószövetségi beszéd. Ez a kereszténység sava borsa. Ebben van az erő. Ebben van az erő. Mikor minket egyszer kiraboltak, lehet, hogy hallottátok ezt a bizonságot, röviden fogom megosztani, a lényeg, hogy kiraboltak, kb. 250 ezer forintnyi érték ment el, és egy képzést tartottunk, egy vezetőképzést, reggelre derült ki, hogy kiraboltak, jött a csoport, akiket képeztünk, és látták, hogy falfehérek vagyunk, kiraboltak minket. Azt mondják, hát hívjunk rendőrséget, hogy valami történjen? Mondtam, hogy ja, várjatok, hát nehogy hívjunk rendőrséget, akkor nem tudunk képzést tartani. Ide jön a rendőrség, itt mindenkit kikérdez, hogy ki volt itt tegnap este, mindenféle jegyzőkönyv, bla bla bla, és akkor nem tudjuk megtartani a képzést. Azt mondtuk Etelkával, testvérek, ne hívjunk rendőröket, bízzuk Istenre. 250 ezer forint, persze, hát ez csak olyan a fagyi pénz, tudod. Egy tablet tűnt el a tűzifánkára, és a pénztárcámból a pénz. Ez 250 volt összesen. Leültünk, elkezdtünk dicsőíteni, elkezdtünk imádkozni, következő imával. Uram, köszönöm, hogy meg van írva, hogy ne gyűjtsetek kincseket, mert a tolvaj ellopja. Köszönöm, Uram, hogy megállhatom ezt a tolvajt, hogy használja egészséggel a tabletemet Jézus nevében. És nem azért, mert tökéletes vagyok. Ne gondold, nem azért, mert jó vagyok. A bennem az indulat és a csüggedés, vagy a rossz érzés ott volt. De tudom, hogy Isten nem véletlenül mondta az ő igény keresztül, hogy áld meg az ellenséget, mert akkor áldás lesz rajtad. És amikor ezt szabadságban, Istenben bízva megtettük, felszabadultunk a dicséretre, elkezdtünk együtt dicsőíteni.
És a csoport csak így nézett, és betöltek ezt a kis örömmel, meg erővel. És azt mondták, hogy figyeljetek, ez a képzés nagyon jó, ez a házas képzés, de a legnagyobb tapasztalatunk az volt, hogy a Szent Szellem hogy fölül emelt titeket önnön magatokon és a helyzeten. Amen. Tehát erő van a hegyi beszédben. Az nem egy megvalósíthatatlan törvény, hanem a te erőd, a kereszt beszéde. Mert a kereszt beszéde nem csak az, hogy meghalt érted, hanem az, hogy te is meghalsz ő benne. Ez is a kereszt beszéde. Ez is a kereszt beszéde. Hogy te és én meghalunk Krisztusban. Oda szánjuk magunkat a halálba. Oda szánjuk az oltára az egónkat. És azt mondom, Uram, a földdel akarok egységbe lenni, de te legyél nagy. És amikor ez megtörténik, akkor Isten fölmagasztal téged. És arra bátorítalak, hogyha vannak mérgező kapcsolataid, akkor ne azt okold, aki a másik oldalon van, a másik szemét. Ne is magadat, nem kell magadat károsztatnod. Legyél tisztában az érzéseiddel. Mondd ki, hogy haragszol. Menj oda az a illetőhöz, mondd el, figyelj, nagyon rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Tudod, a Biblia azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Nem mondja a Biblia, hogy nem utasd ki a haragodat, mert az bűn. A Biblia bátorít minket, hogy mutassuk ki az érzéseinket. Persze nem kell az ajtót beszakítani, meg egyebeket csinálni. Csak elmondani, figyelj, rossz érzést kelt bennem, ez a viselkedésed, ez a folyamat, de szeretni akarlak, és szeretném, hogyha elmondanád, hogy mivel tudnálak boldoggá tenni. Vagy mivel tudnám ezt a kapcsolatot, mondjuk egy gyülekezeti kapcsolatban, mivel tudnám előmozdítani veled? Hogy tudnálak téged fölemelni? Vagy meghívlak egy vacsorára, gyere beszélgessünk. Amen. Halleluja. Csak így tovább, azt mondta a pásztor. Halleluja. Értitek? Tehát a megoldás az, hogy a gonosznak ellenállsz a jóval. Nem az önsajnádba süllyedsz bele, áldozatképbe, mert a legtöbb ember áldozatnak tartja magát, és nem vállalja fel a felelősséget az érzéseiért. Az 1 János 1-ben olvasunk egy ilyet egyébként, a 8. versben, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincs bennünk, csak azért hozom most ide föl, mert itt érdekes módon ez a szó, ezek a mondatok azt jelentik igazából egy szabad fordításban, hogy ha azt mondjuk, hogy nem tart fogva minket a céltévesztettség, tehát azt mondjuk, hogy nem fogott meg minket a bűn, ha ezt mondjuk, akkor hazudunk, és nincs meg bennünk az igazság. Tehát amikor egyszerűen tudjuk, hogy haragszunk, és tudjuk, hogy jobb érzéseink is lehetnének azzal az emberek kapcsolatban, de még mindig azt mondjuk, hogy de nincs bennünk bűn. Mi rendben vagyunk az Úrral. Mi szent szemmel, tehet emberek vagyunk, de tudjuk, hogy közben ez ott van az életünkben, akkor hazudunk, és nincs bennünk igazság. Érted? És ez a mérgező állapot, hogy ebből csak azt tud kigyógyítani, ha igazat mondunk. És ezt jelenti a megbocsátás, és ezt jelenti a bocsánatkérés, tulajdonképpen, amit mond az 1 János 1.9, hogy valljátok meg bűneiteket Istennek, mert ő hű és igaz. Ez a megvallás, ez azt jelenti, hogy egyetértek Istennel. A megvallás nem azt jelenti, hogy szánakozva elmondom, milyen bűnös vagyok, hanem azt jelenti, hogy sajnálom, hogy elkövettem ezt a dolgot, egyetértek Istennel, hogy ez bűn. Vagyis nem mentegetem már föl magamat, hogy azért viselkedtem így, mert a másik nekem ártott, már nem okolom meg, és nem mondom, hogy a másik ártott nekem, ezért viselkedek így. Érted? Hanem megvallom, hogy Istennel egyetértek abban, hogy a reakcióim nem tetszenek Istennek. És igaza van Istennek abba, hogy nem kellene ilyen csúnyán viselkednem. És nem mondom többet. Fölvállom a felelősségét. Ez a bűnbánat. Fölvállom a felelősséget. Na, ez nem divat ma, a 21. században. Minden arról szól, hogy a felelősséget letolni magunkról. És Isten abban gyönyörködik, hogy fölvállod a felelősséget, és azt mondod, én vagyok a felelős az érzéseimért. Lehet, hogy az, amit ő tett azért, ő a felelős, és ez biztos is. De az én érzéseimért, az én haragomért,
az én rossz, negatív gondolataimért, amit dédelgetek, azért én vagyok a felelős. Amen? De Berleni pásztor is erről tanított, akit nagyon szeretek. Hogy bármilyen bántalmazásban lehet részem, bármilyen bántalmazásban a szüleimtől, például tudjátok, az édesapám, áldja meg az Úr, esetleg, ha nézed ezt a alkalmat a videón, akkor áldjon meg az Úr téged, és szeretlek. Érted? Az, amit ő tett vagy nem tett velem, az bennem érzéseket, negatív érzéseket kelt. És azt őrizgetem, és táplálgatom, és eljutok akár a gyilkos gondolatokig, eljutok a bosszú gondolatáig, vagy eljutok az önsajnálatnak a mély bugyraiba, azért már én vagyok a felelős. Nagyon, nagyon kemény üzenet. De Isten ma is azt mondja nekünk, hogy gyere hozzám. Hadd öleljelek meg. Hadd mutassam meg az én szeretetemet, és gyere ki a mérgező állapotodból. Vállalt fel az érzéseid a felelősséget, de én meggyógyítalak. Én megszabadítalak. Amen? Utolsó ige, engedjétek meg, tényleg nem lesz belőle egy újabb prédikáció, hanem valóban ezzel szeretném befejezni. Az apostolok cselekedetei, azt mondja az 5.31-ben, ezt, mármint Jézust, Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot, és bűnöknek bocsánatát. Jézust Isten emelte fel. Amen? És ez a fejedelem azt is jelenti, hogy kezdő, szerző, előidéző, valaminek az okozója. Tehát ő lett a szerzője. Minek? A bűnbocsánatnak és a bűnbánatnak. És azt is jelenti, ez a fejedelem szó, hogy szabadító, megmentő, üdvözítő. Jézus azért jött, hogy adjon bűnbánatot és bűnbocsánatot. Szeretünk arról beszélni, hogy adjon ezt, adjon azt, adjon amazt, sikeres az életem, ilyen ajándékot használok, olyat. Ugye, erről szeretünk beszélni, és ez tök jó, legyünk hálásak. Tegnap háladás volt, sajnálom, nem tudtam itt lenni, pedig megmutattam volna az új öltönyemet. Vagy megláttatok volna egy tornacipőbe, de mindegy. De azt, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot hozott, azt milyen sokszor emlegetjük. Mélyről, innen mélyről. Milyen sokszor. Vagy csak úgy emlegetjük, hogy nekünk, ugye? De az, hogy mi adjunk másnak, vagy mi bocsássunk meg másnak, azt mondjuk, oly kevés, olyan kevésszer mondjuk. És Isten fel akar minket szabadítani a mérgező hitalól, és egy szabadságot akar adni. Amen? Szabadságot akar. Neked is. Neked. Neked. Igen. Szabadságot akar adni. Imádkozzunk. Halleluja. Atyám, hálát adok neked, hogy leborulhatunk, letérdelhetünk eléd, és eléd hozzuk, Uram, mindazokat, akik ellenünk vétkeztek, és ki akarjuk mondani, megbocsátunk, Istenünk. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy Te Szent Szellemed által képessé teszel minket arra, hogy sok éves terheket, negatív indulatokat, csalódottságot letegyünk a kereszt elé, és elengedjük a tartozásokat. Istenem, kérlek, hogy akiknek most ez a szívére került ez az üzenet, akiknek szólt, Uram, hogy mindannyian ebben a folyamatban most elinduljunk. Tudom, Uram, hogy ez nem egy egyszerű dolog. És tudom, Uram, hogy vannak itt a teremben, akiknek a csalódás emberekkel kapcsolatban olyan nagy, hogy nem is tudnak vele mit kezdeni. De Uram, Te fel akarsz minket szabadítani, és meg akarsz minket gyógyítani, és nem akarod, hogy közömbösséggel, vagy törvényeskedéssel, vagy a kegyelemnek valamilyen hamis tudatával elmaszatoljuk ezt a dolgot, hanem szeretnéd, Uram, hogy felelősséget tudjunk vállalni az érzéseinkért, Te előtted. Kérlek, Szent Szellem, hogy a következő napokban azoknak, akiknek szüksége van, akár itt a gyülekezetben, akár, Uram, az internet másik oldalán,
Szent Szellem munkát ki bennünk, a teljes elengedést az én szívemben is, Uram. Köszönöm, Uram, hogy valóban felszabadítottál minket arra, hogy valóban a testünk ellen győztesek legyünk, hogy megöldököljük a te Szent Szellemed erejével a testi cselekedeteinket és a testi indulatainkat. Szent Szellem, tudjuk, hogy ez magunktól nem megy, és te is legjobban te tudod, Uram, és köszönjük, hogy betöltesz most bennünket. Azért imádkozok most, Uram, hogy betöltekezzünk Szent Szellemeddel, Uram, és a te erőd által valóban fölemelkedjünk önmagunk felé. Uram, ha arra gondolunk, hogy milyen csodálatos elhívásod van számunkra, arra gondolunk, hogy milyen csodálatos proféciákat kaptunk, és milyen szárnyakat kaptunk, hogy repüljünk, Uram. Mindig az rettent meg minket legjobban, hogy Uram, de én ezt nem tudom megtenni. Uram, annyiszor elrontom. Uram, olyan sokszor alkalmatlan vagyok. De Szent Szellem, te fel tudsz minket szabadítani, hogy a Krisztusban való élet szellemének törvénye felül emeljen bennünket önmagunk fölé is. És ezt nem magunktól fogjuk megtenni, Szent Szellem, hanem a te drága jóvoltodból, a te drága jóindulatodból, a te drága szeretetedből, amit nekünk adsz. Köszönöm, Uram, hogy nekünk szülőknek megbocsátottad a szülői hibáinkat. Kérlek, Istenem, minden gyermekünkért, hogy bennük is old föl ezeket a rossz érzéseket. Segíts nekik, hogy mi, Uram, a feléjük gyakorolt szeretetünkkel, megváltozott szeretetünkkel biztosítani tudjuk a gyermekeinket, hogy szeretjük őket. Uram, add a gyermekeknek, Uram, hogy az atyáknak megbocsássanak. Uram, add a házastársaknak, hogy Uram, be tudjon hatolni az ő kapcsolatukba a te jó indulatod és kegyelmed. Uram, hogy só és világosság tudjunk lenni. Uram, köszönöm az elmúlt heteknek a frissességét. Uram, köszönöm, hogy most adtál nekünk valami rágósat is, Uram, de Uram, köszönjük, hogy segítesz a megemésztésben, segítesz abban, hogy Uram, bele tudjunk tekinteni a te szemedbe, és tudjuk, Uram, hogy te szeretsz bennünket. És tudjuk, Uram, hogy te felülemelsz bennünket, és segítesz, Uram, mert ez a te akaratod, Uram. Ez a te akaratod, Uram. Hogy meggyógyuljanak a kapcsolataink, és ne mérgező hittel, ne frusztrációval éljünk, és ne függjünk a sikerektől, Uram. Olyan sokszor attól van jó kedvünk, hogy sikerült valami. És amikor nem sikerül valami, akkor elveszítjük a jó kedvünket, elveszítjük a lelkesedésünket. Uram, bocsáss meg nekünk ezt, és attól, hogy mindig tudjunk neked örülni. Hogy mindig tudjunk a környezetünknek örülni. Uram, attól, hogy felszabaduljunk nagy lelkűségre. Hogy gyermeki szívvel tudjunk szeretni, gyermeki szívvel tudjuk adni, amit te nekünk adtál, a kegyelmet és az irgalmat. Uram, add, hogy ki tudjunk nyílni, és olyanok legyünk, mint amikor megtértünk, amikor az első szeretet tüze égett a szívünkbe, és minden mindegy volt, Uram. Semmi nem számított, csak az, hogy velünk vagy. Valóban zöld volt a fű, és valóban kék volt az ég. Uram, és most sokszor borulátóak vagyunk. És mikor egy kis fénysugár betör, akkor azt mondjuk, na végre vége. De Uram, add, hogy te felszabadítva minket, akkor is tudjunk örülni, amikor a mély pontokon vagyunk, Uram. És bele tudjuk látni a másik emberbe azt, amit te látsz róla. Uram, add, hogy még ezért szeretnék imádkozni, hogy akiknek teher van a szívükön valakivel kapcsolatban, ott, Uram, te munkálkodj, hogy, Uram, megtanuljuk elvenni a te látásodat arról az emberről, akivel kapcsolatban problémánk van. Uram, add, hogy lássuk azt a drága embert a te szemeddel, mint ahogy láttad Pétert, Uram, tudtad, hogy meg fog téged tagadni, de te elmondtad neki, hogy imádkoztam érted, és majd idővel erősítsed az én a te atyád fiait. Uram, te láttad Pétert még a megtagadás előtt, hogy milyen csodálatos pályát fog befutni. Uram, add, hogy mi is így lássuk az ellenünk vétkezőket. Uram, add, hogy valami csoda folytán be tudjon törni a mi szellemi vastag falainkon, a megbocsátatlanság falain, a te látásod arról, akivel kapcsolatban problémánk van. Szent Szellemén ezért imádkozok. Tudom, Uram, hogy ez egy kemény dolog, de Uram, a te kegyelmedre bízom magunkat, és Uram, imádkozok azért, hogy ez meg tudjon történni a szíveinkbe, és a következő napok, hetek, hónapok szóljanak arról, Uram, hogy el tudtuk engedni, hogy bizonyságot tudunk arról tenni, hogy meggyógyultak kapcsolataink. Halleluja. Halleluja. Dicsérlek ezért téged, Uram, Jézus nevében. Amen.